Tolnaváros német nemzetiségi önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a nemzetiségi közösséghez kötődő kulturális javak megőrzése érdekében szükséges intézkedésekre. Szem előtt tartva kíván együttműködni olyan programok szervezésében, amelyek a német nemzetiség kultúrájának és hagyományainak megőrzését, átadását, közkincsétételét, a német nyelv ápolását és fejlesztését szolgálják. Nyáron sötétlenkedik a nemzetiségi önkormányzattól. Az elmúlt ülésen határozatot hoztunk arra, hogy újra kiírjuk a civil pályázatoknak a támogatásáról szóló pályázatunkat. Ez minden évben arról szól, hogy azok a Tolna városban működő civil szervezetek, tehát alapítványok, iskolai, óvodai alapítványok, akár baráti kör vagy a nemzetiségi klubnak a klub pályázhat támogatásra. 600 ezer forintot tudunk a civil szervezeteknek szétosztani, vagy szeretnénk szétosztani. Mindenképpen nemzetiségi tartalmú program megvalósítását tudjuk támogatni. Erre van egy adatlap, amit ki kell a szervezetnek tölteni. Nyilván egy szakmai programmal, hogy mit szeretnének ebből megvalósítani, és egy bérkalkulációt, vagy egy kalkulációval együtt, hogy mennyi összegre pályáznak. A testület pedig megnézi a beérkezett pályázatainkat, és a rendelkezésre álló összeget próbáljuk igazságosan elosztani. Minden pályázatnak feltétele az, hogy nemzetiségi, tehát a német nemzetiséghez köze kell, hogy legyen, tehát ilyen tevékenységeket tudunk támogatni. A pályázatban elnyerhető, vissza nem térítendő támogatás maximálisan igényelhető összege szervezetenként 100 ezer forint, melyből legfeljebb 10% fordítható étkezésre. Az elmúlt évben is a 600 ezer forintot el tudtuk osztani. Nagyon sok pályázat érkezett be, tehát a teljes maximális 100 ezer forintot nem is tudtuk mindenkinek megítélni. Elvünk az, hogy mindenki részesedjen, aki pályázik, hogyha a tartalom megegyezik a nemzetiségi önkormányzat elveivel. Ugye nekünk ezt egy törvény írja elő, hogy milyen nemzetiségi feladatokat támogathatunk. Amire támogatást kérnek a szervezetek, az óvodáknak és az iskoláknak a Márton naphoz, vagy a nemzetiségi napjukhoz fűződő programoknak a támogatását szokták kérni. Hívnak előadókat, vagy az ellátásra kérnek támogatást, dekorációs eszközökre, papír árura, tehát általában ilyenekre szoktak kérni, de nagyon sok a kirándulás is. Elmentek például a Terrorházát megnézni már ilyen támogatásból, vagy Gerezslakra, tehát ilyen a nemzetiségi, német nemzetiségi hagyományokat őrző falvakat látogatnak meg az iskolások. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezekre soha nem sajnáljuk a pénzt, mert mindenképpen ezek azt támogatják, hogy fennmaradjon a nemzetiségi kultúra. Idén is várják a jelöléseket a Tolnaváros Németségért elnevezésű kitüntetésre, melyre három kategóriában lehet nevezni. A nemzetiségi önkormányzat két évvel ezelőtt hirdette meg a Tolnaváros Németségéért díjat. Három kategóriában várjuk a jelölteket az idén is. Az első kategóriánk a civil szervezet vagy magánszemély, kiemelkedő pedagógustra várunk jelölést, illetve olyan iskolás, tehát tanuló jelölését is várjuk, aki a nemzetiségi tevékenységekben aktívan részt vesz, előre viszi Tolnaváros hírnevét, és ezzel a német nemzetiségnek is a hírnevét, akár városban, regionális szinten, vagy akár országos szinten is. A pályázat vagy a jelöléshez várunk egy részletes leírást, hogy milyen tevékenységek azok, amik miatt úgy gondolja a jelölő magánszemély vagy szervezet, hogy az illető érdemes a Tolnaváros Németségéért díjra. A díjátadó minden évben a nemzetiségi napon történik, és az idén a nemzetiségi napot novemberre tervezzük, ahol ennek helyet adunk, tehát ünnepélyes keretek között osztjuk ki a díjat. Azon civil szervezetek vagy magánszemélyek részesülhetnek a kitüntetésben, akik legalább 5 éven keresztül elkötelezett feladatvállalással vettek részt
a közösség identitásának erősítésében. Nemzetiségi nap a szombaton délután lesz, tehát még szervezés alatt van, ezért pontos dátumot se tudok még mondani. November 19-e környékére tervezzük. Mindenképpen a régióból, vagy akár a régión kívülről hívunk meg énekkarokat, zenekart, és természetesen a helyi német kultúrát őrző egyesületeket, énekkart is várjuk, és az óvodáknak és az iskoláknak a nemzetiségi csoportjai kapnak lehetőséget, hogy bemutatkozzanak. Tavalyi évben is nagyon színvonalas műsort tudtunk összeállítani, úgyhogy nagyon remélem, hogy az idei évben is olyan programot tudunk kínálni, amire nagy lesz az érdeklődés. A Dunapartra tervezzük szeptember végére a hagyományos őszi térzenénket. Itt a tolnai ifjúsági fúvós zenekar fog egy remélhetőleg színvonalas koncertet adni. Itt az Altaripa park melletti színpadon lesz a koncert. A Német Nemzetiségi Önkormányzat igyekszik minden olyan kezdeményezés mellé állni, ami segíti a német kultúra megőrzését, ápolását.